loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Sokan kérdeztétek, hogy miért használom ezt a fajta módszert hátulra. Ezt azért csinálom, mert mondjuk, hogyha bedobom oda, és nem nagyon akarom állítgatni, vagy a másikon kapásra, akkor egyszerűen csak bármely pontra letehetem bármilyen szögben a botot. Tehát nem csak ide tudom lerakni, hanem akár ide is, vagy ide is. Szóval ezért szeretem, meg nem csúszik le róla a bot. Nekem van másfajta is, de arról lecsúszkál. Ez kicsit tartja. És most elkészítem a mikropellet keveréket. Először is. Itt van három fajta mikropellet. Egy BCN, egy Amino Halibut és egy Premium Crab. Ezek mind 2 mm-esek. Ebből fogok arányosan elosztva beletenni mind a háromból. Mivel XL-es kosárral fogok horgászni, ezért viszonylag nagyobb mennyiséget keverek be. Először beletettem a Premium Crab-et. Ha beleteszek BCN-be, körülbelül ugyanennyit. Jó. És jöhet az Amino Halibut. Rendben is van. És ezt úgy fogom most bekeverni, hogy adagolom hozzá a vizet, mert az nem jó, hogy ráöntöm és utána leöntöm, mert leöntöm a fontos vitaminokat és aminókat róluk. Egy kicsi vizet adok hozzá az elején, kicsit többet. Ennyi. Megterem. Jó, ez még szinte semmi neki. Megy még egy kicsi hozzá. Ez már jobb mennyiség. Ez itt már az alján meglátszik, hogy ott van. És az lesz, hogy megkeverem. És kicsit lenyomkodom az aljára. A pelletek már lassan jók lesznek. Úgy látszik, hogy pont jó mennyiségű vizet tettem hozzá. Most be fogom panírozni egy kis Extreme Fish-sel. Rendben, így jó is, és hogyha kicsit kiszáradna, akkor már csak kézzel viszem majd föl a vizet rá, hogy ne álljon össze nagyon, és hogy nehogy túlvizezzem. Így néz ki. Thank you.
itt is van az a keverék, amit az etetésre fogok szállni. A bakfélén fogok létrehozni az etetésre, ez itt mindig nagyon jól szokott működni, és arra fogok ráhorgálni az egyik bottal, a másikkal meg kereső horgászatot fogok végezni. Ez Hollywood pelletből és kukorica csíra pelletből áll. Üdvözöllek benneteket, sziasztok! Én Pav Dániel vagyok, és ez itt a The Fisherman. A mostani horgászatunk apropója az az, hogy kijöttek az új Federmania gumi kukoricák, és mindenképpen leszerettem volna tesztelni őket. A választásom többféle okból is a Moby Dick horgászatnak a nagyhalas tavára esett, mert egyrészt ez volt a legközelebb hozzánk, kiolvadva, másrészt pedig ezt a tavat ismerem, és tudom, hogy nagyjából mikor, hol lehet ilyenkor télen is halat fogni, és ezért így kíváncsi vagyok, hogy tényleg a csalit teszteljem le, ne az én módszeremet, mert lehet, hogy elmegyek valahova olyan tóra, amit nem ismerek, és nem fogok semmit. Hát lehet, hogy azért van, mert én csinálok valamit rosszul, de így tudom, mit kéne csinálni, ezért most kíváncsi vagyok, hogy a csalik hogy bizonyítanak. Mutat. Az azt jelenti, hogy 15,3 jó esetben, igen, 15,3 kg-ma halunk. Oficánkor. Itt van az első halunk. 15 kg 30 dekás tokhal. De gyönyörű. BCN kukoricára. Még csak 6 óra múlt, mármint 18 óra múlt, de egy nagy döntés előtt állok, mivel iszonyatosan erős a szembeszél, és a megetetett területre nem tudok horgászni. És
mivel itt iszonyatosan fontos az etetés és a pontos horgászat, amit most így nem tudok megvalósítani, azért pakolunk és oda megyünk az etetéshez. Ezt látom a legjobb ötletnek, majd onnan jelentkezünk. Remélem, hogy sikeres lesz. Második, 13,5 kilós tokhal. Már az ötödik helyen vagyunk, annyira nem eszik a hal. Most egy 15-30-as után, most egy 13,5-es. Gyönyörű ez most a sweet corn. Visszatértünk az első helyre, 5 különböző után, és kapás. Úgy tűnik, hogy beérettetek is. Mikorra már mennék aludni? Hát de horgászni értünk. Szerintem kukorica. És dupla kapás. Megváltozott a szél. Ez meghozta a halakkapó kedvét. Dupla kapásunk volt, nem számítottam erre. Az első hal egy iszonyatosan gyönyörű koi ponty. Eléggé szép, nem mindennapi. Azt a minden itt egy gyönyörű. Kapás második áldozata. Iszonyatosan nehéz horgászat közben vagyunk.
már ötször változtattunk helyet. Óriási orkanerő, déli szél volt, utána szakadt az eső, kettő tokot tudtam fogni az elején. Ugye ez egy tesztpece végül is, tehát az első tokot azt a BCN gumikukoricával, a másikat pedig Sweet Corn gumikukoricával sikerült fogni. Utána elkezdett szakadni ugye az eső, mint mondtam, és visszajöttünk a kezdőhelyre, és addigra beért az etetésem valószínűleg, meg megváltozott a szélirány, és egyből, szinte szerintem nem is egyből, fél óra múlva jött egy kapás, egy 6 kilós kólypont, és miközben azt fárasztottam, a másik bot is elsült, és egy 9,5 kg-os tükörpontot tudtam fogni. Gyönyörű kólypontot sikerült fogni. 7,3 kg vagy 7,4 kg. Azt a mindenit teszik. Ismét a BCN gumikukoricára. Gyönyörű. És van a következő vendég, 8 kg-os spanyol mintás, ez most a kereső pecára és Sweet Cornra.
gyönyörű, szép. Gyönyörű, szép. Mehet is vissza. Mondtam ez egy csali teszt, ugye az új Federmannél gumikukoricákat tesztelem, de rá kellett jönnöm, hogy ez egy iszonyat küzdős nap, minden kapásért nagyon meg kell küzdeni. Ezért úgy gondoltam, hogy nem az összes ízvilágot, hanem csak kettőt fogok letesztelni, és kiválasztottam kettő egymástól teljesen eltérő csalit, és ezeket próbálgattam a tegnapi és a mai nap folyamán. Ez a kettő, ez a BCN és a Sweet Corn. A BCN-nel nagyon sok koit fogtunk, meg a nagyobbik tokat, a 15 kilós tokat is ezzel fogtam. Még a Sweet Corn-nal fogtunk szép pontyokat, 9,5 kg-osat is, és egy 13,5 kg-os tokat. A reggel első hala, nagyon szép nyurga ponty. Gyönyörű. Kereső peca. Most etetése jelentkezett a BCN gumikukoricára. Nagyon szép alacska ő is. Ennyi volt a horgászatra szánt időnk. Én úgy gondolom, hogy eredményes volt a viszonyokhoz képest. Ugyan meleg front, déli szél, orkán, szakadó eső is volt. Minden volt, amit csak el lehet képzelni, ami nem kellemes a horgásznak. De úgy gondolom, hogy megálltam a helyem is, és egy egész szép eredményt sikerült elérnem. Remélem, hogy ez tetszett nektek. A viszontlátásra, sziasztok!